Veres András megyés püspök áldotta és szentelte meg a felújított vár épületét, ezután megtörtént a nemzeti színű szalag átvágása is. Most fejeződött be a Moson-Magyaróvári vár felújítása. A projekt 1,7 milliárd forintból valósult meg. Az idén 203 éves intézmény hatalmas történelmi jelentőséggel bír, mivel az épület a magyarországi agrárképzés fellegvára is egyben. A Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézetet azért hozták létre 1818-ban, hogy minden időben a legkorszerűbb agrártudást adja át növendékeinek, terjessze a modern gazdálkodás elveit és gyakorlati módszereit, és ezzel hozzájárulhasson a vidék egészének megerősödéséhez. Bár az intézmény neve és szerkezete többször is változott az elmúlt két évszázad alatt, a küldetés megmaradt. Ma is meghatározó szerepet játszik egy egész ország agrárgazdaságának fejlesztésében. Most, amikor az ország egyik legfontosabb feladata, hogy az egyetemeink is vegyék fel a versenyt Európa, sőt a világ legjobb felsőoktatási intézményeivel, most különösen nagy szerep hárul majd erre az intézményre is. A vár címerét is leleplezték, majd a tárlatot is bemutatták, amit a látogatók mostantól megtekinthetnek. Ezen a meghívott vendégeket, többek között dr. Dézsi Csaba Andrást, Győr polgármesterét, Németh Zoltánt, a megyei közgyűlés elnökét, Árvai Istvánt, Moson-Magyaróvár polgármesterét, Virág Zsoltot, az NKVP miniszteri biztosát és Glázer Tamást, a NÖF ügyvezető igazgatóját is végigvezették. Dr. Nagy István a térség országgyűlési képviselőjében kellemes emlékeket keltett az átadás, hiszen sok évvel ezelőtt az ő pályafutása is itt kezdődött. Megható itt lenni. Bevallom, szorul a torkom, nekem ez az alma máterem. 1987-ben, amikor idejöttem a városba, néztem, és úgy éreztem, hogy soha nem lehet bevenni. Magas falai vannak, vastagok, hatalmas a tudomány benne. Én pedig egy nyírségi tanyasi fiú, hogy fogok helytállni. Fantasztikus érzés, hogy úgy lehet hazajönni, hogy az ember belép a alma máterébe, és itt van is otthon érzi magát. A felújítás 1852 négyzetméteren történt meg. Dr. Knáb Erzsébet kuratóriumi elnök pedig büszke arra, hogy ez egyben a Széchenyi István Egyetem megújulását is jelenti. A vár felújítása a benne létrehozott vár és intézménytörténeti kiállítás, a múzeum pedagógiai foglalkoztató a színházi előadásokra, koncertekre és egyéb rendezvények megtartására alkalmassá vált exkluzív várudvar. Az újonnan kialakított kávézó és ajándékbolt mind-mind elősegítik azt, hogy erősödjön Moson-Magyaróvár idegenforgalma, turisztikai vonzereje, színesedjen a város és a régió kulturális élete. Ez a fejlesztés, hagyományaink, múltunk tisztelete, értékeink megőrzése és megbecsülése mellett a jövőbe vetett hitről is szól. A Nemzeti Kastély és Várprogram lényege az, hogy hitelesen állítsa helyre az emlékműveinket, és ezeknek új feladatokat is keressen. A program keretében 30 műemlék, 18 kastély és 12 vár újul meg országszerte, összesen 60 milliárd forintból.